Egy 55 éve Sopronban működő intézményről beszélünk, amely 133 éves múltra tekint vissza. Az erdészképzésbe vonatkozik ez a 130 éves múlt. Azóta nagyon sok minden megváltozott, részben az iskolán bővült, létszámában növekedett, és ma már nem csak erdészeket, amelyek ugye a bányász szakmával közel egy tőről fakadtak, képezünk, hanem képezünk faiparosokat, képezünk környezetvédőket, képezünk szőlészborászokat. Tehát csupa olyan organikus szakmát, amelyik a fával, az erdővel, illetve a környezettel áll kapcsolatban. Mit keres itt, bányász? Nem tudom. Régen nincsen bánya itt, Brembergben. Miért volt itt bánya? Persze. Erről kapta a nevét a falu. Lángolóhegyről. 1753-ban a pásztor bácsika legeltette a nyáját. Tüzet rakott, szalonnát sütött, és másnap ugyanúgy ment vissza a legeltetési helyre, és izzott a hegy. Külszínű fejtéssel kezdték a brembergi bányászatot. Barna kőszén termelés volt. Magyarországnak a 40%-át itt termelték ki. Thank you.